Műsorunkat az OTP Bank, a Hajdu Gabona és a Góbé termék támogatja. Köszöntöm kedves nézőinket! Mai műsorunkban először a Gyergyói medencébe látogatunk, ahol egy juhtenyésztő fiatalembert és egy színpadépítő vállalkozót ismerhetnek meg. Utána pedig visszatérünk a Csíki medencébe, és bemutatjuk a Madé Falvi Sportegyesület fejlesztéseit, a Pogány Havast kistérségi társulás pályázatait, valamint egy fiatal méhészt, Csíkvacsárcsiból. Számítok megtisztelő figyelmükre! Műsorunkat támogatja a G10, Gyergyó Régió helyi fejlesztési akciócsoport. Mivel foglalkozik, itt juhok vannak a háttérben? Mezőgazdaság, állattenyésztés, juhokkal próbálunk pici megélhetést szerezni magunknak. Van más állat is? Nincsen, csak jót tartunk. Disznó, saját célra, amit elfogyasztunk. Miért ezt a nehéz szakmát választottál? Hát, valami kötött ehhez a dologhoz. Nem tudjuk. Valami kötött, valami szeretet, valami gyerekkorunkból, amit kaptunk, valamit. Van szülői örökség is, amit tovább kell vinni? Hát nem mondhatni, de nem lehet azt mondani, hogy örököltünk. Van valamennyi fődecskét, azt a kicsikorunktól oda voltunk szigorítva, hogy kellett azért dolgozni, na, meg kellett élni is. Ebből maradt meg valami, ami úgy döntöttünk, hogy ennek ezen az ágon haladnánk tovább, ha tudunk. A jó szeretet az honnan van? Nem tudunk erről mondani semmit. Folyamatosan mindig tartottunk 2-3 juhot, de többet ne. Nem örököltük ezt, nem. Most mennyi van? Most 250 darab, plusz bárányok. Hát egyik része van akkor itt csak a hátunk. Igen, csak egyik része van. Többiek fenn vannak az erdőben. Reglőn vannak, igen. Van juhász ember, aki foglalkozik velük? Hát mi kiadtuk juhászoknak, aki sajtra. Majd ősszel visszahozzák sajtra. Sajtra fizet? Sajt, igen, sajt haszonba, igen. Most hogy van ezek? Mennyit adnak egy után? Hát 6-7 kiló. Ki, hogy juhonként 6-7 kiló, ki, hogy tud egyezni a gazdával. Orda? Orda plusz 1 kiló orda. Pályáztak. Igen. Fejleszteni akarnak. Mire szólt ez a pályázat? Hát, hogy picit tudjunk előbb lépni, mint ameddig mostanig, ahol voltunk, hogy picivel könnyítsünk a dolgunkon, hogy nem mind kézi munkával, hanem valami picit géppel, plusz területre van szükségünk, mert nekünk nagyon kevés volt. Erre lenne. Gép, meg terület. Nos, akkor a gép az miben segít, vagy egyáltalán hát milyen gépet? A gép az felgyorsítsa az emberi munkát, ami ennyi állatnak nem tudunk kézzel dolgozni, mert az lehetetlenség. Értem, de látom, hogy egy olyan szerszámot vett, egy ilyen fóliázót. Igen, körbeálló csomagoló vettünk. Mivel, hogy ilyen az időjárás, hogy ma szép idő van, 5 perc múlva jön az eső, nem lehet így ezzel próbáljuk, hogy hamar végére járni. Hát csak megfonnyasszák a szénát, és belecsomagoljuk. Így van, becsomagoljuk, igen. Könnyebb tárolni, hamar megvan. Na, ezzel fel lehet gyorsítani egy picit a műveletet. Takarmánykészítést. Igen, igen. Akkor ez úgy van, hogy volt megfelelő, tehát a fóliázó mellett volt bálázója? Nem volt bálázunk. Majd ezután szeretnénk. Bérbe megcsináltassuk a bálát, mi becsomagoljuk, amit tudunk mi saját. Nem mindegyiket ezzel csináljuk, ami neki megfelelő. Lucernákot, kövérebb színákot, kövérebb füveket. Igen. Azokat érdemes becsomagolni. Igen. A száraz, a gyengébb minőségét, az fölösleges, mert ez túl költséges ahhoz. Drága a fólia. Na. Éppen a takarmánykészítéssel van elfoglalva, hogy haladnak? Tavalyihoz képest jól. Tavaly ebben az időszakban több volt az eső, nem haladtunk, nagyon nehezen haladtunk. Most jobban állunk. Milyen minőségű a fű? Most jó, kevesebb van, mint a tavaly, de jobb minőség. Fiatalon neki tudtunk fogni kaszálni, kevesebb van, de jobb minőség. Elég sok kell ennyi állatnak. Kell, igen, sok kell, de megpróbáljuk.
A kaszálás, a forgatás, az ilyesmi munkát, azt látom, hogy gépesíteni tudtad. Igen, géppel csináljuk, igen. Még dolgozik-e valaki ebbe a vállalkozásba? Hát a mi a feleségem, igen, még van egy segítségünk. Még egy segítségünk. Látom, hogy azért húsra próbál menni, Suffolk kosokat látok. Mindent próbálunk, tejre, húsra, hát azért próbáljuk a Suffolkot, hogy jobban tudjuk eladni a bárány, de viszont nehéz az eladás, mert nehéz. Nincs ára bárány. Nincs ára, nincs fix bevásárló. Nagyon nehéz el. Próbálta úgy, hogy ilyen augusztusra, karácsonyra legyen bárány, vagy inkább ez a húsvét? Hát mi nekünk a húsvét jött be, akkor mostani még húsvétkor el tudtuk adni, amit el akartunk. Hát ugye úgy gondolkoznak maguk, hogy eladják húsvétkor a bárányt, utána lesz egy kicsi sajt is. Így van. Próbálunk dupla hasznot kihozni belőle, hogy meg bármilyen kicsi a bárány, amit elvisznek, azt eladjuk, hogy még tovább tudjuk sajtra, bár magát tartsa fel a nyáron. Mik a tervei? Mennyi jó lenne jó ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy na, a családot el tudom tartani? Hát itt nekünk jobb lenne a több mennyiség, de nincs, ahhoz nem megfelelő ez a vidék itt nekünk, ahhoz, hogy túlzásba szaporítsuk a létszámot, mert nincs ahhoz területünk, nem is az éghajlat se pontosan megfelelő, télen hideg van. Nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy tényre meg tudjuk szerezni a takarmányt. És annyit próbálunk tartani, amennyit el is tudunk tartani. Ez körülbelül az a 300-350? Igen. Max 350, annál többet mi nem szeretnénk. Nincsen ahhoz kellő területünk. Így is kevés. De ez a líderes pályázat valami segített? Segített. Gondoljuk, hogy végig tudjuk csinálni, végire járunk, mert az a lényege, hogy nem csak belevágni, hanem tudjuk a végire járni. Van valami kötelezettségvállalás ezután? Van, természetesen. Szerintem ingyen senkinek semmit nem adnak. Van, és próbáljuk teljesíteni ezt. Tovább kell vinni a gazdaságot. Mindenképp. 10 éve a helyi falunapok, az alfalvi napok szervezése, az együttesek beszervezése, a technika beszervezése a személyemet illette. A technikával ma egy részben benne voltunk ebbe az egész történetbe, és úgy gondoltuk, hogy van ez a lehetőség, akkor megpróbáljuk bővíteni a szolgáltatást a vállalkozásunknak is, meg tehát próbáljuk fejleszteni pályázati úton. Azért elég nehéz elővenni azt a pénzt, ezeket a pénzeket csak úgy. Tehát adódott ez a lehetőség, és megpróbálkoztunk, úgy tűnik bejött. No, és akkor egy nagyon érdekes, ugye egy összeszerelhető, vihető, hozható színpadra pályáztak. Erre van igény, tehát ezt is így szolgáltatásként el lehet nem csak a faluban, hanem a környéken is úgymond adni? Igen, az az igazság, hogy most már divatossá váltak a városnapok, falunapok, szinte minden község megszervezi, szinte minden város megszervezi, hiába, hogy most a költségvetések azért kicsit kevesebbek, de azért mindenki próbálkozik, hogy na, mi ebbe bíztunk, hogy gondoltunk arra, hogy legalábbis a környéken vagy a megyébe csak összeáll egy olyan folyamat, egy olyan üzleti, hogy mondjam, lehetőség, hogy ezt ki tudjuk használni, és ebből tudjuk a céget kicsit profitáltabbá tenni, tudunk foglalkoztatni embereket, olyan fiatalokat, akik most nem feltétlenül mindenki a gazdálkodás iránt érdeklődik. Vannak, akik ugye a technika jobban érdekli, jobban tetszik az, hogy kicsit kimozdul a
faluból, és hál' Istennek vannak, és került ki szakember is, akivel együtt tudok dolgozni ezen a téren. Igen, mert ez egy szakmai tudást is igényel. Igen. És úgy tudom, hogy ez tulajdonképpen mindenféle olyan technikával föl van szerelve, ami a mai igényeknek megfelel. Ez így igaz, tehát próbáltuk a legmodernebb technikát megvásárolni. Van, ami befért a pályázatba, ami nem fért be, azt saját erőforrásokból így úgy megoldottuk, és folyamatosan fejlesszük. Ezekhez mind szakemberek kellnek. Úgy érzem és úgy gondolom, hogy itt a környéken is sikerült megtalálni azt a csapatot, akivel mondhatnám, profi munkát tudunk csinálni. Ennek közösségépítő szerepe is lehet, ha bár az ember azt gondolná, hogy ez egy vállalkozás. De ugyanakkor, ha jól szól egy színpadról valami, és az emberek jól látják azt az előadást és élvezik, akkor ez jó mindenkinek. Hát ez így igaz. Tulajdonképpen a célunk nekünk is az, hogy élményt nyújtsunk a fellépő együttesnek, élményt nyújtsunk a közönségnek, és ebből elégtételként a csapat is jól jön ki, úgy gondolom. A nyár az le van már kötve, tehát úgy érdeklődnek, ugye, hát ez egy szezonális dolog, ugye nyaranta vannak jobbára ezek a rendezvények. Igen, elég szépen alakul a szezonunk. Mint minden vállalkozás általában ugye több év kell az, ahhoz, hogy kijárja, meglegyen, megalapozza magát. Én ahhoz képest elégedett vagyok. Reménykedünk, hogy a jövőben is ez így fog alakulni. Műsorunkat támogatta a G10 Gyergyó Régió helyi fejlesztési akciócsoport. Miért komposztáljunk? Mert egy különleges folyamat elindítói lehetünk. A szemünk előtt válik ugyanis a konyhai szerves hulladékból, a zöldségfélék virágok szárából, a fűnyíradékból, a lehullott falevelekből, a levágott, összeaprított gajakból élő, humuszban gazdag talaj. A szerzők leírják a komposzt készítés lépéseit, a hely kiválasztásától a komposzt halomban végbe menő folyamatokon keresztül az esetlegesen adódó problémák megoldásáig. A sok ábrával és színes képpel illusztrált könyv igazi kedvet csináló azoknak, akik most szeretnék megismerni a komposztálás rejtelmeit. A könyv megrendelhető a tájképkukac.rd.tv e-mail címen, vagy a 0735 206 330-as telefonszámon. Műsorunkat támogatja a Csík Líder Egyesület. Csibi József, Madéfalvi Sportkör elnöke. Pályáztak a Líderhez. Mire? A Madéfalvi Sportkör felszerelésére pályáztunk, ami nagyon fontos számunkra, hiszen eléggé szegényes az edzőkészletünk, és a foci csapat felszerelése a mezek terén is szegényesen álltunk, ugyanis 2008-ban voltak vásárolva ezek a mezek, és hát eléggé elnyűtt állapotban vannak. Ma úgy, hogy nagyon örültünk, hogy a Líderen keresztül sikerült beszereznünk a felnőtt foci csapat számára két rend felszerelést, amely magába foglal két teljes szett mezt, amit a meccsek alatt tudnak használni a fiúk, valamint két edzőtréninget, és téli kabátot, táskát, továbbá edzésekhez szükséges felszerelést, pályavonalazót, pingpongütőket, teniszütőket és sok más egyéb apróbb a sportklub tevékenységes, szükséges eszközt vásároltunk. Igazi közösségépítő célt
céloztak meg, és ezt szolgálja a líder. Természetesen így van, hiszen hogyha nincsen eszköz, amivel ezeket a közösségépítő jellegű tevékenységeket folytassuk, akkor nem tud zajlani az a bizonyos tevékenység. Ha nincs pingpongütő, lehet pingpongasztal, de nem lehet pingpongozni. Ugyanígy újonnan épült teniszpályánk van a településünken. Fontos, hogy teniszlabda is legyen hozzá, meg ütő is. Ugyanígy 2008 óta működik a futballcsapat. Teljes felszerelés az szükséges, hiszen a focilabdára ugyanúgy az edzések alatt is szükség van, mint a mérkőzéseken. Nem csak a felnőtt csapatnak sikerült a líderen keresztül mezeket és felszerelést szerelnünk, hanem a gyerek csapatnak, valamint a női csapatnak is, úgyhogy több mint 90 darab mezt, kabátot, tréninget tudtunk beszerezni. A jelenlegi pályázaton kívül az Egyesület már sikeresen szerzett különböző támogatási forrásokat Hargita megye tanácsától, amelyek felhasználásával edzőtáborokat szerveztek. Természetesen a község polgármesteri hivatala és a helyi közbirtokosság is támogatja az Egyesületet. Az Egyesület a közeljövőben elsősorban a jelenlegi tevékenységét kívánja megerősíteni. Az Egyesület legfontosabb feladata, hogy a helyi gyermekekkel minél kisebb korban meg tudja szeretetni a sportolást. Mindegy, hogy idővel melyik sportágat választja a fiatal, a lényeg, hogy megszeresse a mozgást, és a mindennapi élete szerves részévé váljon a sport. Miklós Robert vagyok, Csíkvacsárcsiból. Fiatal méhész. Fiatal, igen, kezdő vagyok. Hát fejüstehenek is vannak, van 4 darab fejüstehé. Tehát gazdálkodik. Kezdtem, igen, most kezdtem mindent. Ebben látja a jövőt? Hát én építkezésben dolgoztam mostanig, és szeretnék méhészkedéssel foglalkozni. Vannak, akik még itt a Székelyföldön méhészkednek? Vannak, igen. Szemihajon van egy, aki komolyabban méhészkedik. Én egy olynadi bácsihoz jártam tanulni, hogy ellesni egy-két dolgot. Mennyire sikerült? Hát ezt megtanulni nagyon hosszú idő kell. Próbálgatom. Itt jó mélegelők vannak, sok vadvirág, gondolom akác is van. Hát itt akácra el kéne menni valahol. Az meg nagy befektetés, autó kell, más kaptárok. És folyamatosan nézni kell a pályázati lehetőségeket, maga élt is ezzel a líderben. Mire pályázott? Kaptárokot vettem, és pergetőt. Hát a líder nélkül nem tudtam volna megvenni ezt a pergetőt, biztosan. Ilyet nem. Mik a tervei? Most van olyan 90 körüli családja. Mekkora lenne az, amit úgy elképzel? Hát azt mondják, hogy minimum 150 család kell egy családot eltartani. Tehát, és ezt szeretné folytatni, és tulajdonképpen ebből szeretné a családban netán kicsit pótolni a jövedelmet. Igen, szeretnék egy autót vásárolni, és valahová is tudjam vinni a méheket, tudjak vándorolni velük, mert itt amikor elnyílnak a virágok, és a kaszálással végeznek az emberek, akkor elég kevés a... Kevés a hordás. Kevés a hordás. Meg azért sokkal több méz van az akácon. Az akácon több méz van, és más az ár is. Erre felé napraforgó nem igazán van. Nincsen az akácon, és messze kell menni. Tehát igazából akkor ez jó segítség volt ez a líder, és akkor most ez azt jelenti, hogy új kaptárakba is kerülnek a családok. Igen, most még nem volt időm áttelepíteni az egészet. Még a régi kaptárakban van a nagyja, amiket én csináltam. Hát a líder nélkül sokkal nehezebb lenne, biztos egy több idő. Nehéz volt a pályázatot elkészíteni? Rengeteg utána járás van. Túl nagy az a bürokrácia. Annyi papírt kérnek, hogy szerintem fele is túl sok van. De amikor látja, hogy megvannak az új kaptárak és a pergető, akkor
gondolom, hogy azt mondja, hogy egye fene megérte. Ez csak megérte, azért csináljuk, hogy tudjunk haladni. Molnár Judit vagyok, a Pogány Havas Kistérségi Társulás igazgatóhelyettese, és ugyanakkor a Csík Gyimes Naturparknak külső munkatársa. Pályáztak a Líderhez. Ez miről szól? A Csík Gyimes Naturpark Egyesület pályázott a Líderhez. Azt szerettük volna, hogy elinduljon egy kedvcsinálás a székelyföldi gazdasági épületek, csűrök megmentésére, újrahasznosítására. Teljesen egyértelmű számunkra, hogy a csűrök elsődlegesen a gazdaságot kellene szolgálják, vagyis az állattartást, és az lenne nagyon jó, hogyha a csűrök úgy maradnának meg, ahogy voltak, tehát elsősorban állattartásra, de azt is tudjuk, hogy vannak olyan családok, akik nem tudnak állatot tartani, nem tudnak gazdálkodni, és akkor számukra egy palettát hozunk fel, átalakításra, újrahasznosításra. Építészek vannak, akik tanácsot tudnak adni, kiadványok vannak, amiből ötletet lehet gyűjteni, tovább lehet lépni. Úgy érezzük, hogy a székelyföldi csűrök nagyon hozzatartoznak a faluképhez, és hogy próbáljuk gondolatba eljátszani, hogy mi lenne, ha nem lennének ezek a csűrök, teljesen átalakulna a székelyföldi falukép. Tehát fontos megőrizni őket. Ezek gazdasági épületek, de ugyanakkor a székely kultúra nagyon fontos részei. Ugyanakkor ugye az örökségünk megvalósított építményei. Gondolom, hogy ez is vezérli akkor, amikor belefognak egy ilyen pályázatba és ilyen kivitelezésekbe. Természetesen, hisz örökségvédelemről beszélgetünk. Ugye a Pogány Havas Kistérségi Társulás évekkel ezelőtt elindította a faluképvédelmi programot, és ez most már csak egy kis szelet belőle, hogy hogyan lehet úgy megőrizni ezeket a gazdasági épületeket, hogy funkciójuk legyen, hogy ne nyúljanak hozzá, ne szakszerűtlenül nyúljanak hozzá, hisz valamikor itt zajlottak a tolfosztók, itt zajlottak a kalákák, itt éltek az állatok, ide hordták be az ételt, az éves szénát, termést, tehát hogy nagyon fontos részei voltak, sokszor fontosabb, mint a lakóház. Itt is alakult ki a csürdöngölő. Hát például, természetesen, mert ott volt egy nagy tér, amit ki lehetett használni, akár táncolni is lehetett, kulturális életet lehetett élni, tehát gyakorlatilag beleépült a régi székelyfalunak az életébe, a családnak az életébe, és hát ha ez egy kicsi kedvcsináló lenne arra, hogy újra megkapja ezt a funkcióját a csűr. És a megbecsülését. És a megbecsülését természetesen. Műsorunkat a Csík Líder Egyesület támogatta. Műsorunkat támogatta a Gobé Termék, a Hajdu Gabona, a Lisztek szakértője. És az OTP Bank. Agrárhitelekkel virágzik az üzlet.